Minden 2012. szeptemberében állami és állami rész ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató beiratkozáskor szerződést kötött a felsőoktatási intézményekkel. Ezekben a nyomtatványokban szerepelt az is, hogy a képzési idő alatt meg kell szerezni az oklevelet, különben a tanulóknak vissza kell fizetnie az államtól kapott tandíjat. Erre minden diáknak a képzési idő másfélszerese áll rendelkezésre, tehát egy 3 éves szakon maximum 4,5 év alatt kell diplomát kapni. Az állam összesen 12 fél évet biztosít térítésmentesen egy hallgatónak, lehetőséget adva így különböző szakok elvégzésére. Amikor valaki magyar állami ösztöndíjasan végzi a tanulmányait, akkor az oktatási hivatal törvényben foglalt szabályok alapján nyomon követi azt, hogy hány fél évet használsz föl az állami támogatásból, és azokon a szakokon, vagy azon a szakon, aminek a képzését folytatta, mennyi volt az önköltség, tehát mekkora volt az az összeg, amit az állam az ő tanulmányi finanszírozására szánt. Ezeket a költségeket mi összeadogatjuk, de csak az aktív fél évek vonatkozásában, tehát ilyen szempontból sem számít be a passzív fél év. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán 2012. szeptemberében alapképzésen 386 állami ösztöndíjas és 14 fő részösztöndíjas hallgató kezdte meg tanulmányait, valamint 66-an nyertek felvételt állami ösztöndíjas mesterképzésre. A Nyíregyházi Főiskolán összesen 708 tanuló kezdte el a tanévet ilyen formában. 2012. szeptemberében Nyíregyházi Főiskolára állami ösztöndíjas képzésre alapképzésben 523 fő nyert felvételt. Ekkor került bevezetésre a részösztöndíjas képzés, 15 főt vettünk föl részösztöndíjas képzésre, és a felsőoktatási szakképzés is 2012-ben indult, és ebben a képzésformában a Nyíregyházi Főiskola 170 hallgatót vett föl állami ösztöndíjas képzésre ebben a képzési formában. Ha valaki mégis az állami ösztöndíj visszafizetését választja, az értesítő levél kiküldésétől számítva 30 napig kell teljesíteni a fizetési kötelezettségét, de részletfizetésre is lehetőség van. Egy kérvény kitöltése után akár 10 éves futamidőre számíthatnak az érintettek.